Vágó. És még egyel tovább. Maier. Újabb beadás a hosszúra. Ott az érkező ember. 2-0 pálinkás. Két perc alatt két gólt szerez a Kecskemét. És az a pálinkás Gergő, aki az edzőmeccseken 5 gólt szerzett, most az NB1-ben is betalál. 2-0. És az az érdekes vele kapcsolatban, hogy a hazai pályán 2-1-re megnyert EKS selejtezőn a Riga ellen is betalált. És ez azért volt érdekes, mert ennek a futballistának hamarabb volt nemzetközi kupasorozatban gólja, mint a magyar élvonalban. Hogy NB2-es Kazincbarcikától érkezett. Hát most már NB1-es gólja is van.